Sömense Markel, Meghan hercegné féltestvére idén tavaszra jelentette be Meghanról írt leleplező könyvét, amit nem sokkal később egy folytatás is követ majd. A hercegnéhez közel álló emberek szerint semmi nem tudja felzaklatni Meghant, ami a médiában megjelenik róla, viszont a hírre, hogy féltestvére írásban is meg akarja alázni, elsírta magát. Sömense első, nyomulós hercegné testvérének naplója. Című könyve az író szerint Meghannal közös életük olyan apró mozzanatait és epizódjait fogja nyilvánosság elé tárni, amik megmutatják a hercegné valódi, sötét arcát. Meghan a hozzá közel állóknak azt mondta, úgy érzi, féltestvére csak hasznot akar húzni a státuszából, ami akár igaz is lehet, tekintettel arra, hogy a könyv megjelenését épp akkorra időzítették, mikor Meghan megszüli első gyermekét. A hercegné 54 éves féltestvére nemrég elárulta, hogy egy folytatást is készítene a Meghant bemutató első könyvéhez, ez lenne a hercegnő árnyékában. Meghannak alig maradt olyan családtagja, akivel nem gyűlt meg a baja, bátyja már többször került összetűzésbe a rendőrséggel alkoholizmusa miatt, nővére leleplező könyvet ír róla, édesapja pedig a lehető legnagyobb nyilvánosság elé vitte a drámát apa és lánya közt. Mint ismert, Thomas Markle nem tudott elmenni a királyi esküdőre, és úgy tudni, Meghannal azóta sem látták egymást, holott az apa többször könyörgött élő adásban lányának, hogy béküljön ki vele, amit Meghan mindig visszautasított, legalábbis Thomas ezt mondta. A hercegné néhány, meg nem nevezett barátja szerint épp fordítva történt minden. A People magazinnak adott interjújukból kiderül, hogy Meghan többször is kereste már apját, ám ő visszautasított. Legutóbb egy szívhez szóló levélben kérte a hercegné Thomas T., hogy legalább nyilvánosan ne terjesszen róla hazugságokat. Sömense a People magazin interjúját egyszerűen álhírnek tartja.